A koronavírus járvány ellenére számos korszerűsítés és fejlesztés valósult meg Tarjánban. Az egyik ilyen a tarjáni közösségi szintér, az Egyesületek háza kialakítása, amely helyet ad a helyi oktatási köznevelési intézmények számára programjaik megvalósításához. Nagyjából 2 éve határoztuk azt el, amikor a német önkormányzat új felállásban megalakult, hogy életet viszünk ebbe az épületbe, ami hát méltatlanul mellőzve volt, és hála Istennek sikerült olyan fejlesztési pénzekhez és olyan összefogást tenni mögé, amivel a mai megújult állapotában láthatjuk ezt az épületet. A településen jelenleg is zajlanak a fejlesztések. Az óvoda mellett egy bölcsödét építenek, továbbá újabb szabadtéri sportolási lehetőséget biztosítanak a gyermekek és a felnőttek számára. Rengeteg befejezett és nagyon sok folyamatban lévő beruházásunk van. A folyamatban lévő beruházások közül a legjelentősebb a mögöttünk levő bölcsödének az építése. Ez a bölcsöde, ez egy 2 csoportos, 14 fő befogadására alkalmas bölcsöde lesz, ami februárra kell, hogy építészetileg kész legyen, és azt követi majd az engedélyeztetés, ami jó reményeink szerint a nyárra fejeződik be, tehát jövő évben már fogadhatunk kisgyermekeket ebben a bölcsödében. A befejezett beruházásaink közül a legjelentősebb a szennyvíztisztító telepünknek a bővítése, ahol 500 egységgel megnöveltük a lakosság arányos kapacitását a szennyvíztisztítónak, tehát új területeket kapcsolhatunk be a szennyvízrendszerünkbe. Idén kültéri kézilabdapályával és pumpapályával is gazdagodott a település.